Tehát mi, minden esetben kimérjük az adagot, ez három gombóc fagyinak megfelelő fagyi alap, ebből készül a tájt fagyi. Ez egy mindenmentes, szénhidrát, glutén és laktózmentes alap. Ez rákerül egy mínusz 25 fokos lapra. Ezt megízesítjük azzal, amit a kedves vendég kér, jelen esetben banán, és nagyon finom tört étcsokoládé kerül bele. Egy kisebb keveréssel, zöcsköléssel, forgatással, ütögetéssel össze lesz dolgozva az alap a csokoládéval, illetve a banánnal. Ezt ügyesen meg kell forgatni, többször összekeverni, ezért látványfagyi, mert minden a kedves vevő vendég előtt készül. Ugye a banánt egy picit jobban meg kell zöcskölni, de ez készülhet idén gyümölcsből, Kinder Bueno-ból, dinnyéből, most jelenleg van eprünk, ribizling, málnánk, szedrünk. Gyakorlatilag eljutottunk abba a stádiumba, amikor kenhető már a fagyi alap. Ezt zömében egy négyszögletes formára kenjük szét. Meg kell várni, amíg ez a szétkenés megfelelő vastagságú lesz, és a megfelelő vastagságból le fog kötni erre a lapra, és úgy lehet fölrollnizni, hogy ez még ráadásul nem csak finom, hanem még szemed gyönyörködtető is legyen. Látszik oldalról kell egy picikét, ott látszik, amikor eltűnik a fényessége a fagyinak, akkor lehet látni, hogy az a mínusz 25 fok az dolgozott, és lekötött a fagyi alap. Igen. És elkezdjük, még mindig nem kötött le, ugye ez benne van a fagyi készítés rejtelmeiben, hogy teljesen pontosan meg kell várni. Egyébként innentől kezdve már csak a hőmérséklet a titka, hogy mikor lehet, ugye most el lehet kezdeni rollozni a fagyit. Ezek a gyönyörű rollok bekerülnek sétáló, bekerülnek sétáló tálkába. Nyilván szépen gusztusosan elhelyezve. Eláruljuk, hogy mi is három hete csináljuk, tehát a rutin meg az évek még annyira nem dolgoznak, de igyekszünk. Megkapja a tupírozást a fagyi, amiről beszéltem az előzőekben, hogy Tájföldön így dobják ki a rollokat mindenféle díszítés nélkül. Ez nekünk nem annyira volt szimpatikus, ezért úgy gondoltuk, hogy tovább lépünk, és sokkal jobban megdíszítjük, illetve még gusztusosabbá tesszük, és finomabbá ezt a gyönyörűséges fagyit. Remélem, majd látszik az időből, hogy körülbelül 4,5 perc alatt készül el a fagyi alap ráöntésétől a kiadásig. Itt a végtermék, tessenek megpislantani, feldíszítve gyönyörűen, és még a kanálkát is megmutatjuk, amit adunk hozzá. Ez egy kellemes kis ásó, amit haza lehet vinni, és utána a kertet megdolgozni vele. Jó étvágyat kívánunk!